Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket a Táguló Horizontok, az FTIIS 6. TAF konferenciáján. Dr. Szabó Marian vagyok, az FTIIS kutatója. Az előadásomban az intézet Interreg Europe keretprogramon belül megvalósuló Local Flavors, helyi ízek, értékek projektnek az egyik előadása kapcsán merült fel az, hogy az Interreg Policy Learning Platformon nyújtott idegen nyelvű előadás tapasztalatait azt osszam meg, hiszen az a téma, amivel ma foglalkozni fogunk itt a Pannon Városok Szövetsége, vagy még inkább kiterjesztve a Pannon régióban releváns tartalommal bír. Előadásom címe: Kreatív megoldások, turizmus a pandémia idején. Röviden az előzményekről. Amikor nyáron az Interreg Policy Platform napirendre tűzte ezt a kerekasztal megbeszélést, az volt a célja, hogy kicsit serkentse, hogy az Európában turizmussal foglalkozó szakembereket, lehetnek ezek önkormányzati szakemberek, vagy vállalati szakemberek, regionális fejlesztési ügynökség, vagy éppen egyetemeknek a szakemberei, arról, hogy milyen jó gyakorlatok vannak, a pandémia eredményezte elsősorban a külföldi vendégforgalom csökkenésével járó hatásoknak a kiküszöbölésére. Mi a márciustól tulajdonképpen folyamatosan arról egyeztettünk a Interreg projektbe résztvevő partnereinkkel, hogy hogyan kovácsolhatna előnyt a jelenlegi helyzet a kisebb méretű települések számára, hiszen jól prognosztizálható volt az, hogy a belföldi turizmus fel fog lendülni, és ennek érdekében megfelelő stratégiára volt szükség, hogy előrevetítsük azokat a káros hatások csökkentését, amelyeket okozhatnak ugye a külföldi látogatások csökkentése. Az előadásban többek között bemutattam a kőszegi jó példánkat, ugye a nyár elején adtuk át a kőszegi önkormányzat, illetve az FTIIS közreműködésével a zenélő kutat, ami egy olyan sajátos zenei kulturális örökségre épül, amelyekre a kőszegiek büszkék lehetnek, és nem csak ugye fejben él már az, hogy kulturális örökség, mint zene mennyire fontos a hétköznapjainkban, hanem találkozhatnak ezzel a zenélők úttal, és az volt mind az önkormányzat, mind az intézet célja ezzel, hogy erre irányítsa a figyelmet, hogy a kőszegi polgárok ugye büszkék legyenek erre a kulturális örökségre. Érdekes tapasztalatul szolgálhat a térségben a hollandiai Hertogenbosch település nyári programja. Ugye Hertogenbosch Hermius Bosch festőnek a szülőhazája. 2016-ban volt egy egészen nagyszabású fesztivál, melyet rendeztek a festő tiszteletére, és hát ők is arra a következtetésre jutottak, hogy a korábbi módon nem folytathatják a rendezvény sorozatukat, ezért egy kisebb volumenű, biztonságra törekvő programsorozatot hoztak létre, és igazából a megvalósítás módja is nagyon érdekes volt, hogy az önkormányzat célul tűzte ki, hogy egyrészt a lakosok számára minél kedvezőbb feltételeket biztosítsanak, ugye nagyon sokan nehéz anyagi helyzetbe kerültek a pandémia kapcsán, tehát ez egy fontos szempontként jelent meg. Másrészt pedig, hogy ugye a vállalkozások is nehéz helyzetbe kerültek, úgy valósították meg a programokat, hogy egyen-egyenként minden települési gazdálkodó szervezet részesülhessen a programba való részvételből, és ezáltal ugye jövedelmekhez jusson. Nagyon érdekes volt az ír Waterford-ban működő partnerünknek is a javaslata, akik arra jöttek rá, hogy alapvetően a pandémia idején felértékelődnek ugye a nagyobb városon kívüli természetes területek, így Waterford régió környéke is, látjuk a képen is, hogy milyen szép természeti értékkel bíró környékről van szó, és ők arra helyezték a hangsúlyt, hogy több település között fejlesztenek egy olyan stratégiát, ahol igazából ilyen
közös programelemekkel tudnak fellépni, egy látogatói élménykoncepciót fejlesztettek, és ebben nekem az volt nagyon tanulságos, hogy nyilvánvaló a közös értékek felmutatása, hogy gasztronómiai körút ezt megfelelően fogják ugye akár infokommunikációs eszközökkel hirdetni. Nagy hangsúlyt fektettek az esélyegyenlőségre, hiszen nem csupán a tökéletesen nagy fizikai teherbírású embereket szeretnék ezekbe a hegyekbe, meg a környékre meginvitálni, hanem mondjuk a kerekesszékesek különböző igen, nehézségekkel rendelkező embereket is, vagy mondjuk a családosokat is, akik nem feltétlenül ilyen teljesítménytúrákra vállalkoznak. Tehát nagyon érdekes volt ez az indulás, és ezután gondoltam arra, hogy a Pannon régióra is érdekes lehet megnézni, hogy milyen új kihívásokat támaszt a jelenlegi helyzet. Ugye nagyon röviden, ugye áttévünk tulajdonképpen egy olyan társadalmi berendezkedésre, amit ezzel a másfél méteres távolságot tartó társadalom kifejezéssel tudunk leírni, nagyon sok infografika is jelent meg ezzel kapcsolatban. Illetve amit még próbára tett ez a rendszer, ugye nagyon éreztük, hogy a különböző szervezetek, vagy akár a termékeket, szolgáltatásokat nyújtó gazdálkodó szervezetek felé történő bizalom. És ebben is egy kitörési pontot látnak mind a turizmus, mind egyébként általában a szolgáltatások termékek piacán, hogy mondjuk rövidebb ellátási láncon keresztül ugye jussanak el közvetlen kapcsolat révén a termékek ugye a termelőtől a fogyasztóhoz. Egy nagyon jó szimbolizáló példát hoztam ugye, a bizalom meg a biztonság témakörébe. Tulajdonképpen nagyon sok szemmásban találkozhattunk azzal, hogy a biztonságot ugye, hogyan is tudjuk értelmezni, mi volt a legkézenfekvőbb. Ugye a zárás után szívesen ülnek a saját autójukba ugye az emberek, és így próbálnak különböző kulturális programokon részt venni. A Budapesti Művészetek Palotája indított el egy olyan akciót, ahol kvázi valós idejű koncerten vehettek részt a látogatók, csak éppen egy ilyen autós mozi, ez nyilván ilyen retro érzéseket is felkelthet. Nyilván minden ilyen tevékenység mögött meg kell néznünk, hogy melyek azok a tényezők, amelyek lehetővé teszik az e fajta ugye, tevékenységeket, mekkora település mérete, milyen a helygazdálkodás, ugye egyáltalán kisebb közönségnek létrejövő közelebbi lakóhelyekhez közelebbi programokat tudunk megvalósítani, vagy vannak olyan felületek, ahol többen nagyobb távolságot. Ugye milyen az egyes intézmények adaptációs képessége, milyen könnyen tudnak átállni ilyenfajta tevékenységek nyújtására, és egyáltalán milyen az emberek bizalmi biztonsági szükséglete. Ezekre a tényezőkre való reagálás révén látjuk majd az előadás későbbi részében, hogy vannak olyan települések, amelyek sikeresen álltak, mások meg kicsit lemaradtak ebbe a felkészülésbe. Érdekes lehet megnéznünk, hogy a Központi Statisztikai Hivatal által ugye közadott statisztikák szerint hogyan változott ugye itt most egy évre visszamenőleg is a belföldi turizmus számai. Ugye az első grafikonon látjuk a külföldi vendégészakák számát, ugye a narancsárga 2019-et, az ördje 2020-at mutatja turisztikai régiókra. Ugye jól látjuk alapvetően mind a külföldi, mind a belföldi vendégészakák esetében, hogy a január-júliusi időszakra, ez ugye elérhető most a települési statisztikák rendszerében, jelentős visszaesés történt ugye egy évvel korábban képesti állapothoz. Ha a vendégészakákat vizsgáljuk, akkor itt is érdemes a havonkénti összehasonlítást megnéznünk, ugye januártól ugye júliusig jelentősen elmaradt ugye az összes régióban ezer darabnyi ugye vendégészaka. Arról is ugye sokat lehetett olvasni a médiában, hogy különböző régiók máshogy reagáltak egyrészt a külföldi vendégek elmaradására, illetve a belföldi forgalomra. A második dián ugye ábrán azt láthatjuk, hogy a turisztikai régiónként hogyan alakult,
a csúcs szezon ugye egyik legfontosabb hónapjában, júliusban a vendég éjszakák száma, és hát itt tényleg nagyon egyértelműen látjuk, hogy a Balaton alapvetően sikeresen fel tudott zárkózni a nehéz periódus, évelei periódus után is, és hát látjuk azt, hogy Budapesten, vagy a Budapest Közép-Duna vidéken, ugye ebbe beletartozik Budapest, pedig jelentősen nagy a differencia 2019. július és 2020. júliusa között, tehát ezek a tiszta számunk, úgyhogy látszik, hogy a egyes szervezetek szintjén, illetve összefogásuk mentén megvalósuló programoknak igenis jelentős hatása lehet. Tehát 2020. augusztusában a Magyar Turisztika Ügynökség közölte, hogy júniushoz képest meg két és félszeresére nőtt a belföldi turisták száma. A tavainál 100 000 többen, 1,1 millióan töltötték Magyarországon a szabadságukat. Nagyon fontos hozzátennünk, hogy jól látszik, hogy mennyire fontosak a kereslet oldali ösztönző politikák, ugye a Széchenyi Partner kártyáról mennyire hangsúlyos költések történtek ugyan a szabadságok idején, tehát ez egy egyértelműen erős szegmens a belföldi turizmusnak, és hát jól látjuk alapvetően, hogyha összehasonlítjuk, hogy a külföldi vendégészaka volumenje az csökkent, és hát ez a fővárost érintette leginkább. Akkor nézzük meg, hogy a Pannon régióban milyen példákkal találkozhatunk, hogyan alakult a turisztikai programok látogatottsága ebbe a térségbe. Ugye onnan indulunk, hogy karantén koncerteket adott jó pár, ugye, együttesével, ezek volt, ami egy online streamelve valósult meg. Olyannal is találkoztunk, ez a Budapesti Fesztivál zenekar, ugye kisebb léptékű házakba kitelepülő koncertek. Ez nyilvánvaló egy ilyen átmeneti állapot volt, ugye fesztivál zenekart jól ismerhetik, hogy nemzetközi jelentőségű igazi büszkesége lehet minden magyar állampolgárnak, és ők is ezt mutatták meg, hogy a nehéz helyzetben nagyon fontos az, hogy kitelepülve kisebb csoportoknak egyértelműen a belső energiáinkra, Magyarország polgáraira, illetve ugye adottságaira alapulva folytatják a munkájukat. Ugye, ha már a nyára átevezünk, akkor jól láthatjuk, hogy milyen érdekes fordulat volt az, hogy a nagyobb volumenű egyértelműen ugye nemzetközi jelentőségű turisztikai kínálatú fesztiváljainkon is hogyan alkalmazkodtak. Nagyon igazából jó tapasztalat az, hogy a Veszprémi Utcazene Fesztivál ugye helyett ilyen utcazenész pontok, veszprémi kötődésű utcazenészekkel töltetik meg, hogy a hagyomány tovább menjen. Nyilvánvaló, hogy nem lehet összehasonlítani az utcazene fesztivált az utcazene pontokkal, de nagyon fontos az, hogy életet, illetve lendületet adnak ezek a programok, illetve ugye ráirányítják a saját tehetségekre a figyelmet, ami szintén azért az örökség dimenzióba, mi ezt mindig hangsúlyozunk a koncepciósan el, hogy mennyire fontos. Szintén a Kősze környékével egy érdekes példa, hogy több éven keresztül nagyon sikeresen egy kis léptékű fesztivál volt a Bozsoki Zenei Fesztivál, és hát amelynek igazából a magját az Altenea együttes adta, és hát látjuk azt, hogy ebben az évben ők úgy döntöttek, hogy az Altenea Zenei Fesztivált nem Bozsokon rendezik meg, hanem Budapesttől néhány kilométer elhelyezkedő Telki adott otthon a rendezvények, ugye ezek ilyen lakászene koncertekre szakosodtak át. Ennél ugye látjuk azt, hogy sajnos a Bozsoki sorozat megszakadt, ez tanulságokkal szolgálhat, hogy hogyan hidaljuk át. Ugye itt egyértelműen gát lehet az, hogy ha nem saját zenészek révén valósul meg a fesztivál, akkor nyilvánvaló nehézkesebb egy ilyen átállást megvalósítani. Pozitív példának szeretném ugye Hévízt is hozni, Hévíz települését jól ismerjük, nagyon élénk nyári
programsorozatot szokott nyújtani, ők a zenés nyelvi estéket egyértelműen, hál' Istennek folytatni tudták a nyelv folyamán. Ami nekem egy nagyon jó példa volt, és elgondolkodtató, hogy a pandémia alatt a lezárásnál hogyan próbálták a helyieknek az életkedvét összöneikre épülve egy programot meghirdetni, és akkor láthatják azt, hogy a helyi művelődési központ muzeális gyűjtemény ugye meghirdetett egy képzőművészeti pályázatot, ugye ezt láttam az ablakból címmel, és a pandémia végére pedig igazából egy kiállítást rendeztek, és díjazták a szakmai zsűri révén. Igen, a jó pályaműveket. Ez egy igazán érdekes és gondolom példaadó tevékenység. Olyannal is találkozunk nyilván a környéken, hogy különböző akadályok miatt elmaradtak rendezvények, ugye láthatjuk sajnos a szombathelyi Szavárdia karnevál megrendezése ellen döntöttek a jelen körülmények között, ugyanez mondható el, ugye Nagykanizsa városnapjára. Ezek is úgy gondolom, hogy ha majd hosszabb időtávot nézünk, nyilván egy-egy kimaradás azért nem okoz olyan mértékű sebet magán a programsorozaton, de a tanulságokon el kell gondolkozni, hogy ezeket hogyan lehet jelen körülményekbe átültetni. És végezetül szeretnék egy nagyobb volumen, ugye a térségben az egyik legjelentősebb művészeti kulturális rendezvények kapcsolatos tapasztalatokat átadni. Ez a Művészetek Völgye Fesztivál, ahol nagyon egyértelműen mondták, hogy ez 2020-ban elmarad, a jubileumot majd remények szerint 2021-ben tartják meg a 30 éves jubileumot, de csak azért, hogy ezt a közönséget, és ugye nagyon fontos az, hogy bármilyen szolgáltató szervezetnél ugye a közönség egybe tartásába, kohéziójába is kell gondolkozni, Völgy hétvégéig kisebb léptékű programsorozatra váltják át, és hát itt is lehet látni, hogy mind a aktív programokra, vagy aktív turizmusban érdekeltekre építve milyen programokat alakultanak ki, kerékpárutak, ugye e-bike-okat, elektromos bicikliket tesztelhetnek majd az oda látogatók, és a Völgy hétvégéken debütál a digitális vándortúr applikáció, és hogy igyekeznek olyan új elemeket bevezetni, ami azért pezsgésben tartja az érdeklődőket, ilyen futóversenyt is rendeznek. Én azt látom, hogy őnáluk ugye nagyon erősen jelentkezik az, hogy lehet, hogy nem olyan formában, mint megszoktuk az elmúlt 29 évben, azért nem semmi, de szeretnénk fenntartani ezt a hagyományt. Összefoglalásul, ugye minden egyes vészhelyzet esetén alapvető fontosságú, hogy azt lássuk, hogy azok az erőforrások, amelyek ugye a térségben a civil aktivitás, helyi összefogás, intézményeknek az elkötelezettsége, ezekkel tudunk sáfárkodni, gazdálkodni. Ugye külső erőforrásokat lehet bevonni, de túlságosan a külső erőforrásokra alapozó fejlesztéseknél mindig megvan ez a kitettségi állapot, ami problémát okozhat. Megint úgy a tanulság, ugye, hogy hangsúlyozzuk is gazdaságpolitikában, hogy mennyire fontos a több lábon álló gazdasági szerkezet, ez a kulturális kínálatra is ugyanúgy igaz, ha sokszínű, kisebb léptékű fesztiválok, ugye nagyobb, akik országos szinten például láthatjuk, hogy maradtak el a nagyobb fesztiválok sorra, de a kisebbeket megfelelő módon transformálva ugye meg lehetett tartani. Nagyon fontos hangsúlyozni azt is, és ez egy tapasztalata a jelenlegi helyzetnek, hogy rendkívül fontos az, hogy a magyar munkavállalók és így a családok a különböző béren kívüli támogatásokkal ösztönözve legyenek a belföldi turisztikai tevékenység folytatására. Ebben a programoknál nagyon fontos az, hogy tényleg a helyiek bevonásával hogyan lehet élő és pezsgő programokat véghez vinni, és hát ez egy újra tervezési folyamat, amit érdemes önkormányzatoknak kiterjesztve együttműködő partnerekkel megvalósítani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és kérdések esetén a panelben nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm!